át is adnám a szót akkor Nádasdi Ádámnak. Szia Ádám, megszólalsz, akkor látunk téged. Halló, halló, itt vagyok. Szia Ádám. Na, szerintem mondjad. Két verset fogok felolvasni. A legutóbbi verses kötetemből, ami tavaly jelent meg, a Jól láthatóan lógok itt címmel. Ki is írja. Legyen friss földet. Bocsánat, belebeszéltem, megmondod még egyszer? Legyen friss földet. Most itt megszólalt a telefon a lakásba, ezen nem tudok segíteni, mert ez a vonalas telefon. Bocsánat, mindjárt abba hagyja. Jó, szerintem várjuk meg, míg abba hagyja. Alod, ismételd el a kötet címét, mert éppen be akartam írni. A kötetnek a címe az, hogy Jól láthatóan lógok itt. Aha, már is jó, mert véletlenül azt írtam, hogy itt lógok. Lógok itt. Vegyen friss földet. Voltak virágok, föld és hangyák, a mindennapos locsolási felelősség. Voltak évszakok, mind kecsegtető, hogy el kell majd végezni szép rendben az évszaknak megfelelő munkálatokat. Ültetni, locsolni, a hangyákat valahogy kitessékelni abból a kicsi kertből. De mindig visszajöttek. Nem voltam erős, nem álltam soha a sarkamra, ahhoz erősebb, rendes sarkak kellenének. Úgyhogy ott hagytam az egészet. Locsolja Isten, vegyen friss földet, húzakodjon a hangyákkal ő, ha már egyszer megteremtette őket. És a másik. Minden szafat az enyém. Még most is én vagyok a legfiatalabb. Fölnézek csodálkozva, tisztelettel az idősebbekre. Évre talán nem is idősebbek nálam. Úgy hallgatom a véleményüket, durcás elismeréssel, hogy francba megint igazuk lehet. De én akkor se bölcsen haladok. Én akkor is az árokba megyek. Én túlhúzom a bankhitelemet. Én reklámújságot is olvasok, de minden szafat az enyém a világból, amit kiharaptam, letéptem, vagy amit felszedtem a kövezetről, amit az arcomba sodort a szél. Köszönöm. Mi köszönjük nagyon. Annyira ádámosak ezek a versek, nagyon tetszenek. Köszönjük szépen. Igyekszem. Na, te vagy az, aki a legrégebbi, meg a legfrissebb szalon vendégek közé tartozik, mert egyik első vendég voltál 2009. októberében, és tavaly meg itt meghívtunk, mert az első alkalommal arra kértelek meg, hogy te önts egy kis tisztaságot a fejekbe a magyar nyelv eredetével kapcsolatban, illetve a finnugor elmélettel kapcsolatban, illetve ami ellen nagyon, nagyon elharapódtak a mindenféle tévhitek, és ezt lelkiismeretesen meg is tetted, nekem pedig évekig lelkiismeret furdalásom volt, hogy itt van ez a fantasztikus költő, műfordító, nyelvész, és akkor csak egy ilyen feladatra kérjük meg, mikor annyi minden más érdekes dologról lehetne vele beszélni. Mari, ez az én hibám, mert kettős életet élek, mint nyelvész professzor és mint irodalmár, és hát most akkor magamra vesek, de hát egy fenékkel nem lehet két lovon ülni, tehát te arra hívtál, és én ezt szívesen csináltam. És akkor ezért, amikor a szalon 10 éves volt, akkor eleve egy kicsit próbáltunk abban az évadban így visszatekintő programokat szervezni, és akkor meghívtuk Ádámot újra, és... Akkor jóvá tetted ezt a bűnödet, igen. És akkor beszélgettünk költészetről, Dante fordításról, igen. Melegségről, mindenféléről, amiről csak lehetett.
És a varázslatos Goethe intézetnek a kertjébe lehetett utána iszogatni, meg kávézni, hát az olyan csodálatos az a kert, hogy az ember nem is képzeli, hogy egy városnak, ráadásul egy zsúfolt városnak, ahol minden olyan szűk és kicsi, a kellős közepén egy hatalmas kert van benne. Annyira szép volt. Igen, hát ezek a csatornaparti házak mögött mind óriási kertek, hát vagy viszonylag nagy kertek vannak, mert hát ezeknek elég jól ment ezeknek az embereknek, ezek megengedették akkor igen, maguknak. Igen, azt hiszem mindenki, aki itt volt, aki itt tavasszal volt itt, annak szép emlékei fűződhetnek ahhoz a kerthez. Ja, mellesleg te vagy az egyetlen költő, akinek még kötete is van hollandul. Az egy fesztivál kapcsán merült fel, és Rogi Wieck hollandiai, magyar származású költő. Talán ő is kezdeményezte, vagy már nem emlékszem, de esetre ő is részt vett a hágában. Hágában volt egy fesztivál, Dichter an Tels, ugye igen. Költők otthon, ez volt a címe, és hát akkor engem is meghívtak, és akkor engem ő hát tolmácsolt és prezentált, és akkor ebből csinált egy kötetet, de te, Mari, te is bele dolgoztál, ugye? Vagy ebben... én fordítottam nagy részt, a Rogi segített benne, igen. Igen. Visszatérve a versre, miért ezeket választottad? Oké, értem, hogy ezeket most írtad, de a most írtak közül miért ezeket választottad? Hát azt gondoltam, hogy ezeket még nem olvastam föl nyilvánosan. Ugye ez a kötet, ez egy fél éve jelent meg körülbelül, vagy háromnegyed éve, tavaly nyáron. Már persze némely verseket itt ott, amit felolvastam belőle, de ezeket még nem, és szerettem volna. Hát, nagyon meg vagyunk tisztelve, hogy most nekünk olvastad fel. És az, hogy Isten vegyen friss földet, azon gondolkoztam, hogy akkor Isten friss földet vesz, az nem biztos, hogy mi azzal jól járunk, pláne, hogyha a földet nagy betűvel írjuk. Én nem mondtam, hogy versemet az optimizmus lengi át. Itt a mai műsor során már elhangzottak nálamnál talán explicitebben borulátó versek is. Én igyekeztem valahogy balanszírozni a között, de igen, Mari, igazad van. Néha az ember arra gondol, hogy lássa be ő is, hogy ez nem sikerül. Most ez nehéz mit mondani. Én azért drukkolnék, hogy próbáljunk azon dolgozni, hogy erre ne legyen szükség. Ne lássa be. Jó, mindegy, megkérdezzük szét. Akkor mindjárt kérném a többieket is, hogy próbáljuk meg egy kicsit, aztán majd meglátjuk, hogy ez technikailag hogy fog sikerülni, viszont én nekem lenne szükségem 2 perc technikai szünetre, és lehet, hogy ezzel más is így van, jó? Ne legyen több, csak 2 perc. Akkor megkérdezném Ádámtól, hogy ő most Pesten van, vagy Londonban? Kérlek szépen, én Pesten vagyok, mert a Márk, az élettársam hazaküldött, mert ő orvos, és Londonban ugye neki dolgozni kell járni, és hát attól félt, hogy ő megfertőződhet nyilván, mint orvos a kórházba a betegek között, és hazahozza akkor a lakásba én rám. Ő fiatalabb, nálam erős ember, hát majd túléli, meg hát ő ott a kórházban, majd törődnek vele, de mi lesz én velem? Tehát hazaküldött, hogy én itten izoláltabban tudok létezni, és ez valóban így van. Hát itt tanyázok, mint a Varázshegyen az a fiatal ember a Thomas Mann regényben, Hans Castorp, aki úgy nem is egészen értette, hogy miért van ő ott tulajdonképp, hogyha semmi baja nincsen, de közben valahogy mégis a betegség járja körül az egészet, de már úgy nem is emlékszik, hogy hogy került ő oda, csak azt tudja, hogy neki onnan nem szabad kimenni. Világos. Nagyon. Mi is mindannyian úgy érezzük magunkat, hogy hogy kerültünk ide?
Jó, ez mi ránk vonatkozik, akik persze el tudjuk magunkat foglalni. Ugye mi nem járunk új munkahelyre, mint egy pék, vagy egy orvos, vagy egy buszsofőr, vagy mit tudom én, normális ember, hanem hát otthon is tudunk dolgozni, mint egy régi módi szabómester, akinek a lakása, meg a műhelye nem különült egymástól. Kicsit ebédelt, kicsit var. Aztán vacsorázott, aztán lefekült aludni, aztán másnap megint vart egy kicsit. Így hát minket ez kevésbé érint. Ezt megértem, hogy aki eljárt dolgozni, annak kínzó lehet, hogy akkor most mi az ördögöt kezdjem. Így van.